Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet- és emberismeret fejlesztő képzésén. Csonka Erzsébet vagyok, Rákóczi falváról érkeztem, a PPH egyik vezetője. Szintén szeretettel köszöntök mindenkit. Én Tóth Ferenc vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól s nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom, hát természetgyógyászként működtem. Mára viszont a PPH tanulói csapatszervezést tekintem a fő tevékenységemnek. Rákóczi falváron élek, párkapcsolatban, itt a PPH-ban találkoztunk. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert azt éreztem, hogy valami másra is szükség van még, amiket azon kívül, amiket addig tanultam. Valami hiányzik, és épp akkor talált rám a PPH. Ennek most már lassan 6. éve. Nagyon hálás vagyok a teremtőnek, hogy ide vezérelt, mert Szedlacsik Miklós egy olyan komplex rendszer tanít, ami valóban minden élethelyzetet megold. Ezt mind megtapasztaltam a saját életemben és a csapattagok életében is. Itt az ember és életjobbító képzések alkalmával megtanuljuk úgy alkalmazni magát a tudást, amit az életünkben nagyon jól tudunk használni, jól tudunk bánni önmagunkkal és másokkal is. Ezáltal nagyon-nagyon sok embernek tudunk segíteni. Enélkül a tudás nélkül nem lehet elérni sem azt, hogy önmagunkat reálisan lássuk, sem másoknak való segítés, mert még önmagunkat nem ismerjük, nem tettük rendbe, addig nem tudunk segíteni senkinek. Szedlacsik Miklós megtapasztalhattuk, hogy a gondolatban feltett kérdésekre is választ kapunk, mivel olyan képességei vannak, amit még nem tud, akkor is megkapja rá a válaszokat, és mi is megkapjuk általa. Több év alatt nem fordult elő, hogy ne kapott volna gyorsan választ, és az a válasz ne lett volna teljesen helyes, betű szerint úgy, ahogy megkaptuk a segítséget. Én azt mondom, hogy ezért születtünk le, akkor nem tehetünk mást, vagy ezt tesszük, vagy nem lesz semmi, mert ha az aranykort nem hozzuk létre, aminek feltételei vannak, ugye a magas rezgés, nem, tényleg nem lesz semmi. Szedlacsik Miklós ehhez minden tudást meg tud adni, és a jövőt nekünk kell megvalósítani. Hát egy pár szót én szeretnék szólni magamról. Eredeti foglalkozásom autószerelő, jelenleg még szivattyúgépészként dolgozom, de egyre inkább a PPA tanuló szervezés a fő tevékenységem, amit szeretnék profi szintre fejleszteni. Rákóczi falván élünk párommal párkapcsolatban. Tulajdonképpen én is természetgyógyászattal kezdtem, szüleim foglalkoztak vele, én is ebben nőttem fel, de valamit mindig kerestem, hogy miért is van ez, hogy valahogy én nem elégedtem meg avval, hogy csak gyógyítsuk az embereket. Tulajdonképpen meg kell tanítani őket úgy élni, hogy ne legyenek betegek. És ennyire komplex tudást itt csak a PPH-nál találtam meg, és ilyen hiteles tanítómester, mint Szedlacsik Miklós személyében egy hiteles tanítóra találtam, és én is már lassan 5. éve, hogy ismerem, és itt vagyunk a PPH-nál. Nem is találok más olyan közösséget, ahol ennyire egy a cél, egy az irány, és haladunk az aranykor felé. Csak javasolni tudom mindenkinek, aki most hallgat bennünket, hogy hallgassa végig, döntse és tartson velünk. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, a képességei és a tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető
tevékenységet, úgyhogy azokból kettő teljesen ellentétes indítatású. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkocst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? És szerintetek merre felé halad a világ jelenleg? Tehát jó felé, kevésbé jó felé vagy? Ha így megy tovább, nem megy sokáig. Tehát nem tudom, hogy ki mennyire van tisztában azzal kapcsolatban, hogy mi emberek azok hogy vagyunk itt a Földön. Tehát ugye azt tanultuk, megpróbálták ezt beadni nekünk az iskolákban, hogy evolúció alapján jöttünk létre, és akkor megpróbálták azt is beadagolni az embereknek, hogy valahol világegyetemben volt élet, és akkor valami meteorral idejött az élet. És akkor létrejött itt a Földön az élet, és megpróbálták elhitetni velünk, hogy hát az egysejtűből létezünk. Tehát onnan indult ki minden itt az élet, hogy az egysejtűből lett több sejtű, majd végül, ugye, mint a Földön legfejlettebb lény az ember, akkor valamikor létrejött az ember. Igen, csak ezzel az a baj, hogy az evolúcióban lukak vannak. Tehát hiány, igaz, hiányoznak, vannak fizetett prüszkölőink. Szóval lényeg az, hogy lukak vannak benne, és egyszerűen hiányoznak fejlődési részek az evolúcióból teljes egészében. És párhuzamosan jelentek meg bizonyos élőlények, pedig hát ugye ha evolúcióról beszélünk, akkor ugye akkor egy fejlődésnek kellene lenni, egy evolúciós fejlődésnek kellene lenni, de semmi ilyesmi nincs. És igazából, ugye ha jobban megnézzük, akkor azt lehet mondani, hogy bizonyos élőlények azok nem sokat változtak, szinte semmit. Bizonyos élőlények meg eltűntek, és helyette bejöttek új élőlények, tehát mondhatjuk azt, mintha semmiből jöttek volna. Tehát ez az egész evolúciós elmélet, ez a darwini evolúciós elmélet, ez egy úgy hülyeség, ahogy van. Tehát úgy hülyeség, ahogy van. Tehát ezt nem tudom, tudjátok-e, hogy miért találták ki, illetve hát nyilván kitalálta egy emberke, és miért propagálták, inkább úgy mondanám. Hát nagyon egyszerű, mert hogyha itt evolúció van, akkor ez az emberiség hát gyakorlatilag hova tart? Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy elérte a fejlődésének a maximumát, maximum tud fejlődni műszakilag, de hát most megnézitek, most itt az ember mondjuk az elmúlt 10 000 évben mint test miben fejlődött?
semmiben, legfeljebb annyi, hogy hosszabb az élettartam. De nagyon érdekes, mert például az ókorban ennél jóval hosszabb élettartamú emberek is voltak, mint ami most van. Tehát akkor most miféle fejlődésről beszél, fejlődésről, akár életkor fejlődésről beszélünk. Tehát ugye az ókorban olyan emberek is voltak, amelyek több száz évig éltek. Na most akkor miről beszélünk? Tehát akkor gyakorlatilag itt az elmúlt mondjuk 7-8-10 ezer évben az ember, mint test, semmit nem fejlődött. Na most ha megnézzük, mondhatjuk azt, hogy az eszünk se sokat fejlődött. Hát de tényleg. Tehát nem lett eszesebb az emberiség, néhány ember eszesebb a Földön, mint voltak, ezek elsősorban ugye a feltalálók, de azon kívül mit látsz? Hát az ember akkor eszes, hogyha tanul. Akkor buta, ha nem tanul, nem? Tehát minél többet tanul valaki használható dolgokat, annál eszesebb, nem? Na most magától az emberek, ha nem tanítják, akkor mitől lennének eszesek, nem? Tehát mit tudom én, van két olyan ember, aki nagyon okos, és fogják, mit tudom én, megszületik tőlük a gyerek, és felneveli mondjuk két nagyon buta szülő, hát attól az a gyerek nem lesz okos. Érted? Tehát gyakorlatilag még azt se lehet mondani, hogy az okosság, mint genetikai valami, az tovább menne. Tehát gyakorlatilag az okosság, tudod, miből származik? Nagyon egyszerű, onnan származik, hogy gyerekkorban maga az a személy, aki együtt volt a kisgyerekkel, az a felnőtt személy, az milyen szókincsel kommunikált, mennyi szót használt, mennyit foglalkozott avval a gyerekkel, tehát mennyit beszélt hozzá, és ha a gyereknek valamilyen meg nem értése volt, az a személy mennyire volt képes elmagyarázni azt a meg nem értést, tehát úgy is lehetne mondani, hogy tisztázni az ő meg nem értését. És gyakorlatilag ettől függ az, hogy valakinek a tanulási, a gyerekkortól származtatott tanulási képessége az milyen magas szintű. Tehát ha egy olyan szülő gyereke valaki, akivel alig kommunikáltak a szülők, mert nem értek rá mondjuk kommunikálni, mert mással foglalkoztak, vagy nagyon gyatra szókincsű szülőről van szó, vagy esetlegesen mondjuk olyan szülő, aki sosem magyarázta el a gyereknek a meg nem értéseit, ha valamit nem értett, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy valaki butának vallja magát, vagy butának vallja a környezete, de ez csak azt jelenti, hogy egyszerűen nem ért dolgokat. Nem ért dolgokat. Tehát most gondoljátok végig, itt van mondjuk a magyar nyelv, amely több mint 100 000 szót képes használni. A világon egyik legnagyobb szókincsel rendelkező szó, ami létezik. Na most gondold végig, ha valaki ebből használ mondjuk 500 szót, akkor hogy érti meg a környezetében lévő emberek kommunikációját? Vagy használ mondjuk 5000-et, és a többiek mondjuk használnak 15 000-et, akkor hogy érti meg a többiek kommunikációját? Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogy valaki mennyire okos, vagy mennyire nem okos, az nem képességfüggő elsősorban, sőt közel sem képességfüggő, hanem az a képessége, tehát nem vele született képesség, hanem az a képesség, hogy azt még egyszer mondom, milyen szülő nevelte őt. Utána az is számít, hogy milyen tanárok tanították az iskolába, és a tanárok mennyire fordítottak figyelmet arra, hogy a gyereknek olyan dolgokat kommunikáltak, amit nem magyaráztak el. És minél inkább nem magyarázták el egy gyereknek
azt, hogy amit mondtak neki, annál inkább kialakult egyfajta meg nem értése az életben, elakadása az életben, méghozzá a tanulásban történő elakadása. Ma a világ, a fejlett világban sokkal több szó van, mint valaha. Tehát miért? Hát gondold végig, csak a technika miatt hány új szó keletkezett, és hát ott vannak a régi szavak, amelyik ugye megmaradtak, mondom, csak a technika miatt, meg a technika használata miatt keletkezett rengeteg új szó, és ezeket az új szavakat ugye a pluszban használják az emberek ahhoz képest, amit megszoktak a történelem során, a történelmi használatban. És ahhoz képest ugye rengeteg új szó van, tehát több szót használnak, mint valaha az emberek, vagy kellene, hogy használjanak több szót. Na most ehhez képest, mivel az oktatás gyakorlatilag semmilyen energiát nem fordít arra, hogy a diákok, tanulók meg nem értését tisztázza, a szülők semmilyen energiát nem fordítanak arra, hogy a saját gyerekük meg nem értéseit tisztázzák, ezáltal az van, hogy az emberek hallanak valamit, abba beleraknak olyan szavakat, amit nem értenek, vagy a legtöbb ember nem ért meg, és onnantól kezdve, tehát az ember úgy működik, ha egy olyan szóval használt mondatot hallasz, amit te nem értesz szót, akkor onnantól kezdve a következő mondatokat sem érted meg. És ez minden emberre vonatkozik. Ez minden emberre így van. Tehát ami azt jelenti, hogy ha például magába a műsorokba, ami a médiába megy, vagy magába a reklámokba, vagy bármilyen írásokba beleraknak szándékosan olyan szavakat a mondatokba, amit az emberek általában nem értenek, akkor onnantól kezdve a következő részt sem értik. És úgy működik az emberi elme, hogy keletkezik a meg nem értésből kifolyólag egy vákum, most ne szó szerint értsd a vákumot, hanem az a vákum az egy információ hiány. Tehát keletkezik az elmében egy információ hiány. És utána beraknak egy olyan információt, ami hazugság, és te igazságnak fogod fel. Mert az emberi elme így működik. Nem kell ezt elhinni, hogy így működik. Nyugodtan csináld azt, hogy hallgasd, nézd, olvasd azokat a dolgokat, amiben bele vannak szándékosan rakva meg nem értett szavak, és utána szándékosan fogják és beraknak hazugságot, te meg azt igazságként fogadod el, és onnantól kezdve annak alapján éled az életedet, a hazugságok alapján. Na most ezt, akik az emberek elméjével foglalkoznak, bizonyos pszichológusok, bizonyos pszichiáterek, de inkább pszichológusok, akik tanácsokat adnak a reklám szakembereknek, illetve tanácsokat adnak a hatalomban lévő embereknek, azok pontosan tudják, hogy ez így van. Tehát az embereknek minden tömegkommunikációs
gondolatokba, ami az emberek felé irányul, be kell rakni meg nem értett szavakat, emiatt keletkezik az elmédben egy nagyobb befogadó erő, és a következő hazugság gondolatot simán elfogadod igazságnak. És ezáltal lehet mindenfélét hazudni az embereknek, és az emberek elfogadják igazságnak. Oké? És ezt egy az egyben használják a reklámokban, és egy az egyben használják a propaganda szövegekben, egy az egyben használják azokban a szövegekben, amit az emberek manipulálására találtak ki. Oké? De mondom, nem kell ezt elhinni, hogy ez így van. Én tudom, hogy ez így van, mert én ebben szakember vagyok. Bár nem vagyok pszichológus és pszichiáter, hála a jó Istennek, de mégis tudom, hogy ez így van, mert ezt én tanultam, hogy így van, és megtapasztaltam, hogy ez így van. Oké? Tehát nem csak tanultam, hanem megtapasztaltam is. Tehát, de neked nem kell elhinni, nyugodtan élheted úgy az életedet, ahogy eddig, semmi gond nincs ezzel, élj a hazugságoknak az alapján, érted? Tehát hidd el az összes hazugságot, amit rád akarnak beszélni, érted? Semmi gond, nem az én életemről van szó, hogyha te hazugságokban élsz, hanem a tiédről. Világos ez? Ha neked mindegy, hogy hazugságokban akarsz élni, akkor nekem is, érted? Nekem is mindegy, hogy te hazugságokban akarsz élni. Na most kérdezem én, hol fogod átállítani magadat arra, hogy képes legyél felismerni azt, hogy neked most hazudni akarnak? Én ugye betöltöttem a 60. életévemet, és a 60 év alatt én nem találkoztam annyi hazugsággal, mint mostanában. Tehát mondhatjuk azt, hogy komolyan mondom, hogy ugye azt tudom mondani, hogy két éve, ezt az elmúlt két év alatt nem hallottam, tehát nem, előtte 58 év alatt nem hallottam annyi hazugságot, mint most a két év alatt. Oké? Tehát még egyszer mondom, előtte 58 éven keresztül összességében nem hallottam annyi hazugságot, mint most az elmúlt kettő évben. Pedig az 58 évben is hazudtak eleget. Oké? De te nyugodtan higgyél el mindent, ha úgy akarod. Nekem aztán teljesen mindegy. De ha esetleg nem úgy akarod, akkor még egyszer kérdezem, milyen segítséggel fogsz arra rájönni, hogy mikor hazudnak neked, és mikor nem? Tehát én azért, hogy tudjak az életemben, rengeteg energiát fektettem a saját képességeim, tudásom fejlesztésébe. Ez nem csak energiában mérhető, hanem pénzben is. Tehát mostanában nem járok el fizetős képzésekre, mióta? Az elmúlt 10 évben. Előtte viszont több millió forintot fizettem ki a saját képzéseimre. Miért nem járok el már képzésekre? Mert önképzést folytatok, egy. Kettő, kapok információkat, tudást,
közvetlen forrásból. Na most milyen közvetlen forrásból? Tehát miért beszéltem az evolúcióról? Mert az evolúció is ugyanolyan hazugság, mint amit az elmúlt két évben csinálnak. Tehát ami azt jelenti, hogy nem tudom mennyire hallottatok a kvantumfizikáról, a kvantumfizika az pár évtizede indult el, mint tudomány, és ugye a svájci, avval a föld alatti kísérletekkel pedig felgyorsult részecske, hát a részecske gyorsítós kísérletekkel felgyorsult gyakorlatilag a kvantumfizikának a ismerete. És van egy nagyon alap dolog, amit a kvantumfizikusok már, hát nem egy pár éve, hanem mondhatjuk azt, hogy pár évtizede felfedeztek, az, hogy minden létező anyagban van rezgés, tehát benne foglaltatik egy energia, akármilyen anyagról beszélünk, annak rezgése van. És azt is felfedezték, mondom, évtizedekkel már ezelőtt, hogyha egy ember elkezd másként gondolkodni egy adott anyagnál, akkor az arra az anyagnak a rezgése megváltozik. Ha egy másik ember oda megy ugyanahhoz az anyaghoz, és ő kezdi nézni annak az anyagnak a rezgését, akkor annak a hatására, hogy odajött az a személy, az anyagnak megint változik a rezgése. Ez az egyik alap dolog, amit egyszerűen tudni kellene. Tehát, hogy az értelmes energia, amivel rendelkezünk, az befolyásolja a nem értelmes energia rezgését. Oké? Ez az egyik. Másik, hogy azt is tudni kellene, hogy azt is felfedezték már lassan évtizedekkel ezelőtt, hogy minden anyagban a rezgésen keresztül felfedezhető valami értelem, és valami közös értelem. Ami azt jelenti, hogy minden anyagban ugyanaz a közös értelem felfedezhető. Nem hiszed? Nézz utána. Tehát ezt azért nem propagálják, mert a legtöbb embernek ez nem érdekes dolog. Azért nem propagálják, hogy az emberek ne tudják, és azért sem propagálják, mert sok esetben tele van olyan szavakkal, ahol az emberek nem tudnak tovább haladni a megértésében annak az anyagnak. Szóval a lényeg az, hogy utána lehet ennek nézni, például annak, hogy benne van egy értelmes energia. Ezt felfedezték. Tehát egy olyan energia, ami a világegyetemben minden anyagban benne van, és mindent átsző. Még azt is, amiben nincs anyag. Tehát ha csinálsz egy légüres teret, amiben nincs anyag, abban is benne van ez az energia. Érted? Tehát ezt felfedezték. Ezt úgy hívták, hogy teremtői energia. Tehát teremtői energia. Tehát valami értelmes teremtőnek az energiája. Na most, akkor összerakjuk ezt a két dolgot. Ugye az evolúciót meg ezt a teremtői energiát. Ugye az evolúció megbukott, az mit jelent akkor? Hát hogyha lukak vannak az evolúcióban, és létrejött egy új életforma, akkor ott beavatkoztak méghozzá értelmes lények.
nem tudom, tudjátok-e, hogy azt próbálják kikísérletezni, hogy hogy jöhetett létre az élet az élettelemből. Na most az a baj, hogyha erre rájönnek, akkor is magának az értelmes lénynek kellett beavatkozni, hogy létrejöjjön az élettelemből az élet. Nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát avval öngolt rúgnak, mert kellett hozzá az értelem, hogy az tehát a nem értelmesből az értelem létrejöjjön. Világos ez? Na most, de ez részletkérdés. Tehát ami azt jelenti, hogy azért vannak lukak, azért jöttek létre élőlények, mint például a Földön az az élőlény, amelyik bebizonyítottan úgy szaporodott, hogy mikor megszülte a kölykét, a értelmes lényekről van szó. Ezt úgy hívják, hogy neandervölgyi egyébként. Tehát mikor a neandervölgyi megszülte a kölykét, akkor az ő agya, a gyerek agya olyan volt, illetve koponyája, hogy nem volt kutacs, fix. Tehát megnézed, az állatoknál is ugyanez van, úgy születnek meg, hogy nincs kutacs, tehát a maguk nem csúsznak össze a koponyalemezek, nem csúsznak össze, tehát ezáltal nem szűkül össze a gyereknek a feje, és bármilyen majomnál vagy bármilyen másik élőlénynél nézed, úgy születik, hogy nincs ilyen, hogy ugye összecsúsznak a lemezek, és ezáltal kisebb lesz a gyerek térfogatának, tehát fejének a térfogata. Tehát egyedül az ember születik úgy az egész Földön, hogy a feje, amikor születik, akkor ugye összecsúszik, ez a, azt hiszem, mit tudom, három lemezből áll, és így összecsúszik. És tehát magyarul ezért mondják, mikor a gyerek megszületett, hogy még lágy a koponyája, tudod, és egy darabig, mit tudom, hány éves korára for össze, tehát még nem nőtt be a feje lágya. Azért nem nőtt be a feje lágya, mert még nem fortak össze a csontok. Világos ez? És ez egy másik nagyon fontos dolog, hogy amikor nem fornak össze a csontok, akkor lágy részek vannak a csontok közt. És ezért van az a gyereknél, hogy olyan dolgokkal is kommunikál, amivel a felnőttek nem. Tehát a felnőttek azért nem tudnak kommunikálni olyan felsőbbrendű lényekkel, mert egy csontba be van zárva az a szerv, ami tudna kommunikálni. Világos ez? Ezért csinálták azt, ugye, hogy kutatók, illetve régészek felfedezték, hogy meglékeltek annak idején koponyákat. Tudjátok kiknél? Azoknál, akik ilyen mondjuk sámánok vagy ilyenek voltak, hogy tudjanak kommunikálni a felsőbbrendű lényekkel. Tehát ameddig a gyereknek nincs összeforva a koponyája, ott a kutacsok között lágy részek vannak, és addig a gyerek kommunikációt folytat olyan lényekkel, amikkel a felnőttek már nem tudnak. Ezt tudjuk, hogy így van, legalábbis mi bebizonyosodtunk róla, hogy a Levente volt, vagy 2 éves, már folyékonyan beszélt 2 éves korában, és lényeg az, hogy elmentünk egy olyan, hát most így mondom, más szóval nem jutott eszembe, szeánsz, ahol lehetett kérdezni a szellemvilágtól. Tehát lehetett kérdezni. Tehát ott volt egy olyan személy, aki vette az üzenetet, volt egy segítője, most hogy melyik vette, mindegy, lényeg az, hogy a válaszokat írásban rögzítette az egyik illető, és de úgy, hogy nem nézte, mit ír, csak írt, és
Lényeg az, hogy föltettél a szellemvilágnak kérdéseket, és ő pedig a választ leírta. És ott a 2 éves fiunk úgy kommunikált a szellemvilággal, hogy csak úgy fütyült a szemünk láttára. Oké? És volt, lejött is egy olyan kérdés, hogy ő kicsoda, ez a kisgyerek. Kicsoda. És akkor mondtuk, hogy ugye mondva lett, hogy kicsoda. Mert hát ő lát. Tehát ő érzékel teljes egészében. Tehát még nem volt ugye összeforva, nem volt benőve a fejelágya. Jó? És 2 évesen mondom úgy kommunikált, hogy csak lestünk. De na, akkor nézzük tovább. Tehát akkor ugye volt egy evolúció, ami megdőlt, van egy kvantumfizika, és van az itt a világban, hogy ha megnézzük a biológiát, az evolúciót, akkor hirtelen az neandervölgyi ősemberrel párhuzamosan megjelent az ember. Párhuzamosan. Egyszerre a kettő. És tudod, miért pusztult ki a neandervölgyi? Mert elkezdett nőni a fej térfogata, és mivel ugye nem volt neki a kutacsa, tehát elkezdett okosodni a neandervölgyi, ezáltal ugye elkezdett nőni az agytérfogat, ezáltal elkezdett nőni a fejméret, és a neandervölgyi ősasszonyok nem tudták megszülni a gyerekeiket. Ezért kipusztult a neandervölgyi, nem a homo sapiens pusztította ki. A homo sapiens egy újabb ember volt, aminek semmi köze a neandervölgyihez, az ég adta világon semmi köze, hanem egyszerűen fogták, és ide teremtették a homo sapienst. És semmi előd vagy ilyesmi nincsen. Tehát nincs evolúció a homo sapiensnél. Tehát előtte semmilyen olyan lény nem volt, amelynek kutacsai lettek volna az fejboltozatán. Érted? Semmi ilyesmi nem volt. Na most, ha ezt megnézzük ezeket a dolgokat, akkor vajon hogy kerültünk ide? Evolúció kizárva, értelmes lények létrehoztak minket. Oké? De szerinted gondold végig, neked melyik a jobb? Az, hogy te a majomtól származol, vagy értelmes lények hoztak létre. Nem kell hinned azt, hogy értelmes lények hoztak létre, nyugodtan lehet hinni azt, hogy a majomtól származol. Akkor azt tudom mondani, hogyha te ezt gondolod, hogy a majomtól származol, jobb is, hogy ezt gondolod. Jó? Szóval lényeg az, hogy létrehoztak minket az értelmes lények, de most gondold végig, te egy értelmes lénynek tartod magadat, nem? Ki az, aki nem tartja értelmes lénynek magát, azt tegye már föl a kezét. Jó. Tehát lényeg az, hogy értelmes lénynek tartod magadat. És általában egy értelmes lény, tehát te is, hát értelmes dolgokat szoktál csinálni, nem? Hát úgy többnyire. Nem? De az olyan dolgokat, amik így fontosabbak, az biztos, hogy nem abból a szempontból kezdesz hozzá, hogy na, ennek semmi értelme nincs, hogy ezt csináljam, de azért csinálom. Nem? Tehát nem is értem, hogy hogy gondolhatják egyes emberek itt a Földön, hogy teljesen értelmetlenül létrehozták az embert. Tehát, hogyha te valamit az életedben, valami nagyobb dolgot létre akarsz hozni, akkor azt azért hozod létre, mert számodra az értelmes dolog, nem? És ha egy értelmes dolgot akarsz csinálni az életedben, tuti,
hogy valamilyen céllal csinálod. Pedig hát mi egy sokkal kevésbé értelmes lények vagyunk, mint hogy képesek lennénk most egy értelmes embert létrehozni, azon kívül, hogy evolúciós alapon létrehozunk gyereket, bár most már ez se kell hozzá. Most már az se kell hozzá. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy, egy olyan lényt, gondold végig, egy olyan lényt létrehozni, ami előtte nem létezett itt a Földön, azt miért hozták volna csak úgy létre? Hát csak úgy. Hát azt mondanák, hogy hát szórakoztatásul. Jó, és hol vannak, hogy szórakoztatjuk őket? Nem látom. Érted? Tehát mit tudom én, valaki létrehoz egy gyereket azért, hogy őt szórakoztassa, akkor azt ott látja, nem? És akkor ott ül, azt rögcsél, nem? És akkor szórakoztatja a gyerek. És akkor csinált egy gyereket azért, hogy szórakoztassa. De itt nem erről szól a történet. Hát hol vannak azok, akiket szórakoztatnunk kell? Tehát gondold végig, egy értelmes lény, tehát itt az ember is, ha egy nagyobb valamit csinál az életében, akkor azt azért csinálja, mert valami céllal, nem? Tehát ugye nem gondolja senki azt komolyan, hogy az emberiséget céltalanul hozták létre, pedig ezt próbálják elhitetni veletek. Hogy gyakorlatilag az emberiségnek nincs célja. Az emberiségnek egyetlen célja van, az a túlélés, semmi más. Ezt próbálják veletek elhitetni. Tehát neked is gyakorlatilag egyetlen célod van akkor az életedben, az, hogy túlélj. Hát akkor körülbelül annyi szellemi képességgel rendelkezel, ha ezt hiszed, annyi szellemi képességgel rendelkezel, mint egy állat, mert az állat az pont így működik. Annak egyetlen célja van a túlélés. Hát én kikérem magamnak, hogy, az embert állatnak nézzék. Oké? Okay? Hát akkor mi lehet a célja ugye az emberiségnek? Mi lehet a célja? Hát az emberiségnek mindig az a célja, ami az embereknek, nem? Tehát nem lehet se több, se kevesebb, nem? Mert hát abból áll össze az emberiség célja, ami az emberek célja. Ha az embereknek nem az a célja, akkor az emberiségnek sem az a célja. Tehát az emberiségnek nem a túlélés a célja. Tehát nem. Miért? Mert az embereknek nem az kellene, hogy a célja legyen. Bár az embereknek most az a célja, hogy túléljenek, nem? Még ha rosszul is élnek túl, mert elhitetik velük, hogy hogy kell túlélni, akkor is úgy gondolják, hogy azzal élnek túl. Nem? Tehát az emberekkel simán elhitetik azt, hogy hát mi kell ahhoz, hogy te túlélj. Mintha az emberek nem tudnák, de tényleg, mintha nem is tudnák. Tehát most már oda jutottunk, hogy a legősibb ösztön, ami még valamilyen formában az állatvilágból jön, és akkor ez most szembe ütközik az evolúcióval, ugye? Mert azt mondtam, hogy semmi közünk az evolúcióhoz, de van annyiban, hogy az ember az egy olyan hibrid faj, mi egy hibrid faj vagyunk, amit létrehoztak, egy állatszerű lényből és egy istenszerű lényből, illetve állatszerű lényekből, egy típusú állatszerű lényekből és egy típusú istenszerű lényekből, de ez sem teljesen igaz, mert lehet fehér ember, mert lehet fekete ember, lehet sárga ember, meg lehet barna ember, és ez a négy faj nem hogy külsőben különbözik egymástól, hanem még mentalitásban is különbözik egymástól.
Tehát ebből vannak, ha megnézed, dolgosabb fajták, például a legdolgosabb a sárga, a legkevésbé dolgos a fekete, de a barnák sem arról híresek, hogy dolgosak legyenek, lennének. Szóval megnézed, nem egyformák. Tehát még azt se lehet mondani, hogy az emberiséget azt egy tőről fakasztották. Tehát az emberiség külön kísérletek alapján és beavatkozások alapján jött létre. Tehát kellett, mit tudom én, egy fehér faj, kellett egy sárga faj, kellett egy barna faj, kellett egy fekete faj, érted? És ha megnézed, mondom, mindnek más, teljesen más a működése, mentalitása. Na most ez azt jelenti, hogy ha megint csak jobban megnézed, és ez nem úgy alakult ki, hogy egyszer csak volt egy fehér faj, és akkor az megfeketedett. Vagy volt egy fekete, és akkor az kifehéredett. Vagy volt egy barna, az meg megsárgult irítségtől, vagy mit tudom én. Érted? Nem így lett. Nem evolúciós folyamat miatt lett sárga, meg fekete, meg barna, meg fehér. Érted? Hanem beavatkozás révén. Egyszer csak volt, mit tudom én, mondjuk a fehér, vagy a, egyszer csak lett fekete. Érted? Egyszer csak miért? Mert például a fekete az a melegnek jobban ellenáll. A fehér meg a hidegnek jobban ellenáll. Hóban is jobban el tud bújni, tudod? Mint a fekete. Fekete az a hóban jobban látszik. A vadállatok hamarabb észreveszik a feketét a hóban például, mint a fehére. Nem vicc, ez most viccesnek hangzik, de nem vicc. Érted? Szóval, ha megnézed, a sárgák azok meg az őszi erdőben jól el tudnak bújni, tudod? Oké, szóval lényeg az, mondom, nem véletlenek ezek. Tehát egyszer csak létrejött egy következő színű faj, érted? Ami azt jelenti, hogy beavatkoztak, lehoztak családokat, érted? És azok elkezdtek szaporodni. És vannak közöttük, ha megnézed, szaporábbak, például a barnák, feketék szaporábbak, meg a sárgák is, mint mondjuk a fehérek. Miért? Hát mert megnézed, a, például a fehéreknek hát nagyobb a csontozatuk, mint például a sárgáknak. Ezáltal nehezebb megszülni őket. Nem mindegy egy nőnek, hogy kipottyan belőle a gyerek, vagy pedig vajudik vele 3 napot, érted? Mire végre megszüli. Tehát lényeg az, hogy azt azért mondom, hogy megértsd azt, hogy itt, hogy mi úgy jöttünk létre emberek, hogy teremtettek minket, és nem véletlenül. Tehát semmi nem véletlen. Tehát nem véletlen például az, hogy, hogy mondom még egyszer, hogy különböző fajok vannak. Nem véletlen. Tehát semmi nem véletlen. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy, hogy most hát akkor szórakozzunk egyet, mondták a felsőbbrendű lények, és akkor hozzunk létre. Hát eddig olyan sok fehér volt, most legyen fekete. Érted? De most már akkor nem jó, akkor csináljunk sárgát. De most az sem jó, akkor legyen barna. Érted? Tehát ez nem így, régen volt vörös is, tudod. Csak azokat már kiirtották. Na szóval a lényeg az, hogy csak elvétve vannak. Tehát ez nem, nem véletlen. Tehát te se szoktál azért csinálni általában, mondom, nagyobb dolgokat, hogy most akkor szórakozzunk egyet, érted? Más a játék. Az egy más dolog. De az nem játék, hogy létrehozunk egy emberiséget, vagy létrehozunk az emberiségen belül különböző fajokat. Érted? Az nem játék. Az valami célra kellett, hogy létrejöjjön. Én tudom, hogy miért jött létre, de próbálom megértetni veled, hogy próbálj racionálisan ránézni arra a dologra, és próbáld logikusan végigkövetni. Az evolúcióban semmi logika nincs. Tehát amiben nincs logika, ott nagy baj van. Az összes olyan dolog, tehát még maga egy olyan lény,
mint ami benned van, ami a többi élőlényben nincs, egy olyan energialény, amit úgy hívnak, hogy lélek, ami maga egy energialény. Az, hogy az hogy jött létre, tökéletesen logikus, érted? Semmi logikátlan nincs benne. Tehát ha én azt tapasztaltam, hogy semmivel nem találkoztam olyan dologgal, amiben nincs logika. Tudod, mit jelent az? Azt, hogy nem lehet gondolattal végigkövetni. Érted? Tehát ha valamit gondolattal végig lehet követni, az gondolattal végig lehetett csinálni is. Érthető ez? Tehát az annyit jelent, hogy mindenben ott van a logika. Tehát próbáld meg logikusan végig gondolni, hogy az abszolút nem logikus, hogy evolúció. Az persze evolúció, hogy mondjuk egy állat, amelyik, mit tudom én, egy madár, amelyik a vízben halászik, akkor előbb-utóbb rájön arra, hogy sekély vízben könnyebb halászni, és akkor elkezdő növelni a lábát, és hosszabb lába lesz, meg hosszabb nyaka, meg hosszabb csőre, érted, hogy könnyebben elkapja a halakat, amire vadászik, amikor ott ballag a sekély vízbe, érted? Szóval persze, meg mit tudom én, egy olyan madár, amelyik szintén úszni akar, akkor előbb-utóbb úszóhártyákat növeszt. Te is, ha sokat úsznál, akkor lehet, hogy előbb-utóbb úszóhártyáid nőnének. Szóval lényeg az, hogy bár nem sok esély van erre, de van. Szóval lényeg az, ez egy evolúciós folyamat, vagy mit tudom én, van egy növény, amely bizony, vagy egy kisebb állat, amelyik bizonyos területen nem él meg, és akkor valahogy kifejleszti, hogy azon a területen megéljen. Az egy evolúciós folyamat, de az nem evolúciós folyamat, hogy egyszerűen a semmiből lesz egy olyan. Na most, tehát olyan, hogy a semmiből valami lesz, az csak egyféleképpen tud létrejönni értelem útján. Világos? Tehát ott értelmes lényeknek be kellett avatkozni, tehát az értelmes lényeknek az elméje képes arra, hogy az energiát átalakítsa anyaggá. Világos voltam? Semmilyen más dolog ezen a világon nem képes erre, csak az értelmes lények, és az értelmes lények is csak úgy tudják megcsinálni, hogy az energiát átalakítják anyaggá. Oké? Okay? Mentálisan, tehát mentálisan, gondolat, energia, gondolati energiával átalakítják az energiát anyaggá, tehát ez így tud létrejönni. Schluss, az egész világegyetemben ez így működik, magától nem történik semmi. Ugyanígy vonatkozik rá az új baktériumokra és az új vírusokra. Az sem tud létrejönni magától. Ugyanúgy, ahogy egy számítógép vírus nem tud létrejönni magától, csak úgy, hogy egy értelmes ember létrehozta. Érthető ez? Ugyanúgy bármilyen vírus nem tudott létrejönni magától. Világos ez? És ha egy új vírus van, nem tud létrejönni magától. Ha valaki azt hazudja neked, hogy egy úrvírus létrejött magától, akkor az hazudik. Világos ez? Tehát a lények képesek arra, hogy mutálódjanak. Érted? Valamilyen szinten. Az azt jelenti, hogy a lény és egy külső befolyás megváltoztatja, érted? És ezáltal a kettőből lesz egy harmadik. Tehát ilyen tud lenni, ez olyan, mint a vegyület, tudod, hogy két anyagot összevegyítesz, és lesz belőle egy harmadik anyag. Tehát így tudnak, tehát ez létre tud jönni akkor, hogyha mondjuk egy vírus esetében felkészítik a vírust arra, hogy ezt ilyet tudjon csinálni. Tehát, hogy tudjon mutálódni. Világos voltam? Tehát erre egy vírust föl kell készíteni. Ugyanúgy, mint egy számítógép vírust. Ha ez egy olyan vírus, amelyik nem tud mutálódni a számítógépen,
mert nem így hozta létre az alkotója, akkor az nem mutálódik. De ha egy olyan vírus, amely képes a mutálódásra a számítógépen, mert az alkotója így teremtette meg, akkor az képes mutálódni, és képes mondjuk megtalálja egy víruskereső, érted? De ahhoz létre kell hozni egy másik víruskereső programot, ami megtalálja a mutálódott verzióját is. Világos ez? Ha így hozza létre maga az informatikus, aki kitalálta magát a számítógép vírust. És ez pont így működik a civil életben. Tehát egy vírus magától nem tud mutálódni, csak ha erre föl van készítve. Érthető ez? Tehát egy vírus az nem értelmes lény, az nem olyan, mint egy baktérium, hogy a környezetre reagálva esetleg mutálódik. Érted? És például ellenáll mondjuk az antibiotikumnak. Érted? De az egy élőlény. A baktérium egy élőlény. Viszont egy vírus nem élőlény. Érthető ez? Tehát ezeket jó, ha tudod. Lehet ezzel kapcsolatban mindent mondani, és ezt elhitetni az emberekkel, csak gondolkozz, jó? Gondolkozz, az a lényeg. És próbálj szavakat értelmezni. No szóval, lényeg az, hogy megkérdezem, hol vagy olyan környezetben, ahol segítenek neked abban, hogy képes legyél átlátni a hazugságokon. Nem kell, hogy itt legyél, keres más olyan környezetet, ahol átlátsz majd a hazugságokon. Tehát itt van egy olyan környezetünk, egy olyan közösségünk, ahol segítünk abban, hogy átláss a hazugságokon. Miért kell átlátni a hazugságokon? Mert a hazugságok idézik elő azt, hogy te ne éld boldogan az életedet. És minél kevésbé éled boldogan az életedet, annál boldogtalanabbá lehet tenni téged. Hát nézd meg az életedben. Jó volt az, mikor hazugságokban éltél valamilyen szinten? Vagy mikor te hazudtál, vagy valaki hazudott feléd, az neked jó volt? Egyik se jó. Az se jó, mikor az ember hazudni. Hazudik, nem? De az se jó, hogyha neki hazudnak. Tehát a hazugságok soha nem, tehát van egy dolog, a hazugság rabságba taszít, rabbá tesz. Érted? Az igazságnak van felszabadító hatása. Tehát ha azt akarják, hogy az emberek rabszolgák legyenek, akkor el kell hitetni velük a hazugságokat. És elindult a világ e felé. Oké? Tehát elindult a felé, hogy minél több, nem, az igazságok minél kevésbé legyenek ismertek. Tehát e felé indult el. Világos ez? Tehát minél kevesebb igazságot tudsz, minél több hazugságot ismersz meg, bizonyos embereknek ez annál jobb. Érthető ez? És akkor úgy kérdezném, hogy vajon milyen olyan közösségben van, vagy ahol ténylegesen segítenek abban, hogy átlásd a hazugságokat és az igazságokat megismerd. Van egy olyan képességem is, hogyha például olvasok valami anyagot, vagy nézek mondjuk videón, akkor megállok, és meg tudom kérdezni, hogy igaz vagy hazugság ez, amit ott olvastam, vagy hallottam. És akkor megmondják, hogy hazugság vagy igazság. Kik? Ezt én úgy nevezem, hogy a teremtő mondja meg. Oké?
és onnantól kezdve átlátom ezeket a dolgokat, érted? És akkor úgy állok hozzá, hogy ez hazugság, ez igazság, mehetünk tovább, oké? Tehát vagy egy olyan közösségbe, ahol segítenek abban, hogy átlásd a hazugságokat, és az igazságok alapján éljél. Ha nem vagy ilyen közösségbe, akkor itt van a PPH, amely ezen az alapon működik. Oké? És olyan dolgokat tanulunk, ami ahhoz kell, hogy hoppá, ami ahhoz kell, mutatom, hogy ezekkel jó tudj bánni. De hogy ezekkel a közeljövőben is már elkezd egyre jobban bánni, az létfontosságú. Semmi gond, ha nem hiszed azt, hogy ez létfontosságú, meg fogod tapasztalni. Jó? Hát ha ezekkel a területekkel nem kezdesz el boldogulni, egyre jobban és jobban bánni, akkor meg fogod tapasztalni azt, hogy ez mennyire fontos. Nem, ne tanulj, nem kell tanulni. Csak bele fogsz halni a nem tanulásodba rövid időn belül. Mert az ember úgy működik, hogyha ezeken az életterületeken nem boldogul, akkor meghal. Oké? Most gondold végig, azt mondja, van nekünk egy olyan, hogy személyiség, mindenkinek van egy személyisége, és nekünk van egy személyiségfejlesztő képzésünk. 7. hónapja folyik. 7 hónapja. Érted? Na most, ugye kezdtük a vérmérsékletekkel, emlékezzetek? És az is személyiség. És most folytatjuk ugye az energiák ismeretével. Bajlódunk már 5 hónapja. Hát nem bajlódunk, csak idézőjelben. Oké? 5. hónapja. Foglalkozunk vele. Ezt 7 hónapja csináljuk. Csak az egyest. 7 hónapja. Éppen néztem, hogy ilyen jellegű képzés, amit most van, ugye a coach képzésünkön. Ez 2016-ban volt, 6 évvel ezelőtt. Tehát 6 év alatt mentünk körbe. Hoppá. 6 évvel ezelőtt volt. Oké? Tehát haladunk a 9 év felé. Oké? Ugyanis ahhoz, hogy aranykor lehessen a bolygón, ahhoz minden embernek legalább 9 évet kellene fejlődnie, tanulnia, fejlődnie. És ezt csinálod rendszeresen? Heti 2-szer igénybe veszed a képzéseinket? Szerdánként és vasárnaponként? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük Szedlacik Miklós mesterkócsnak. Hát ez a képzés is megint annyi mindent elmondott, hogy nem győzzük kapkodni a fejünket. Én az életem egyik legjobb döntésének tartom, hogy ide kerültem, 2016-ban kezdtem, tehát én már másodszorra hallgatom ezt a típusú képzést. Nem volt ennyire részletes, nem tudtuk befejezni, tehát azért bővülnek a hónapok, hogy tényleg megkapjunk minden olyan tudást, amire szükségünk van, és kell az életünk rendbetételéhez. Én azt javaslom mindenkinek, ha már találkozott a PPH-val bármilyen módon, akár csak egy felvillanó képpel,
Biztos vagyok benne, hogy itt a helyed, mert nincsenek véletlenek. Mi már megtapasztaltuk, hogy Szedlacsik Miklós, amit mond, az szó szerint úgy van. Olyan tanácsokat ad, olyan tiszta hiteles forrásból kapja, aminél tisztább nincs. Ha jobb világban szeretnél élni, azért vagyunk itt a Földön, hogy megcsináljuk ezt a jobb világot. Egyedül a fejlődés csak egy bizonyos szintig lehet, tehát ehhez kell a csapat is, és ahhoz, hogy legyünk elegen, akik képesek leszünk megfordítani a világmenetét, ahhoz mindenkinek tényleg meg kell találni azokat a lelkeket, akik a leszületés előtt, ők is vállalták. Tehát én azt szoktam mondani a teremtőnek, hogy teremtőm, találjam meg azokat, akikkel együtt ezt meg tudjuk csinálni. És ehhez itt megvan minden tudás, mindenkit föl tudunk készíteni, egy sokkal jobb élet lehetősége van benne. Én mondanám az összeget is, egy olyan minimális árért, egy hónap képzés, egy hónapban 30 óra képzés van, 330 forint óránként, ezt ha felszorozzuk, akkor 9800 forintra jön ki az egyhavi tandíj, ettől eltérő az első hónap, ami még mindig csak 19700 forint, ami szintén egy olyan megfizethető összeg 660 forint óránként. Tehát akinek, aki ezt felesleges pénzkidobásnak tartja, annak én azt tudom mondani, hogy a jövőbe való befektetés sose volt felesleges. Hát igen, a legjobb befektetés mindig a tudásban van. Én is szintén köszönöm ezt a színvonalas előadást. Tehát a Miklós is, ahogy mondta, hogy véletlenek nincsenek. Meg az evolúcióval kapcsolatban eszembe jutott egy érdekes történet, amit meg szeretnék hoztani, amikor Pistike hazamegy az iskolából, és megkérdezi az édesapját, hogy apa, igaz az, hogy mink a majomtól származunk? Hát fiam, lehet, hogy te igen, de én biztos nem. Szóval nagyon oda kell figyelni, hogy mit fogadunk el hitelesnek, mit fogadunk el igaznak. Ugye azt szoktuk mondani, hogy mindenkinek az az igaz, amit igaznak hisz. Tehát négy dologra szeretném itt felhívni a figyelmeteket, hogy ugye, aki az életedbe jön, az a megfelelő ember. Tehát mindig a megfelelő emberrel mindig találkozni fogsz. Egyik az, hogy be is vállaltuk születésünk előtt, és ugye nem véletlenül hallgatsz most minket. Nem véletlenül találkoztál velünk. Itt a helyed. Másik olyan dolog, hogy ami velünk történik, annak pontosan meg kell, hogy történjen. Tehát soha nincsenek olyan véletlenek, hogy ez most véletlenül történt veled, azt mindig meg kell tapasztalnod, ami történik veled, és ebből a jó leckék, ebből tanulni kell. A harmadik olyan dolog, hogy bármikor elkezdesz valamit, az mindig a megfelelő idő. Tehát olyan nincs, hogy most véletlenül kezdtem el, most el akarom kezdeni, majd később kezdem el, és a megfelelő idő mindig a most és a jelen van. A negyedik, ha valami véget ér, akkor véget ért, ami azt jelenti, hogy engedd el a múltat, engedd el az olyan dolgokat, amire már nincs szükséged. Szűrd le a tapasztalatot és lépjél tovább. Itt a lehetőség, itt a PPH, csatlakozz hozzánk a lelki fejlődésed érdekében. Várunk szeretettel mindenkit. Most szünetet tartunk, szünet után coachképzésünk lesz, amelyen szeretettel várunk, ha van hozzá lehetőséget, hogy részt vegyél rajta. Ha úgy látod, hogy érdekel, örülünk neki, viszont ha nem érdekel, akkor elbúcsúzunk, és megköszönjük, hogy részt vettél velünk. Most pedig 25 perc szünet következik. Köszönöm.